Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök az október 23-ai iskolai ünnepségen. Tisztelt ünneplőhajlás közösség! Napokon belül itt van október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának a napja. 66. alkalommal kellene megünnepelnünk ezt a napot, megemlékezve azoknak az eseményeknek a kezdetéről, amelyek eltörölték Rákosi Mátyás kommunista diktatúráját, és véget vetettek a magyar történelem talán egyik legsötétebb időszakának. Addig a pillanatig, 1956. október 23-ának a délutánjáig az országunkat irányító politikusok szolgai módon másolták rá Sztálin zsarnoki módszereit. De akkor egy kis időre fellélegezhettünk. Majd a szovjet elvtársak 12 nap után, 1956. november 4-én hajnalra úgy döntöttek, hogy elveszik a szabadságunkhoz való jogunkat, és lánctalpasokat küldtek ránk. Azokban a lánctalpas tankokban régi kommunista politikusok ültek, akik új, szintén Moszkvában megfogalmazott parancsal érkeztek haza, meg kell tanítani a magyarokat arra, hogy soha többet ne merjenek ellentmondani Szovjetuniónak, ne merjenek szabadon dönteni saját életükről. A régi kommunista politikusok csak úgy maradhattak hatalmon, ha megfélemlítenek mindannyiunkat, ezért bárkit, akik részt vettek a 12 forradalmi napnak bármilyen eseményében, és szóbeli nyilatkozatukkal, aláírt mondatokkal, vagy fegyverrel tett azért, hogy szabadok legyünk, azokat az embereket az új hatalom nagyon súlyosan megbüntette. Egy új hajnaú rémuralom köszöntött a magyar nemzetre, és most is politikusokat, katonákat, civileket végeztek ki, akár csak 1849-ben. Ahogy az Aradon kivégzett katonatisztekre és Batthyány Lajos miniszterelnökre úgy emlékszünk, mint az 1848-as forradalom és szabadságharc vértanúira, ugyanígy szintén vértanúként emlékszünk Nagy Imre miniszterelnökre, katonatiszt Maléter Pálra és a vasesztergályos Marsfeld Péterre is. Az ő halálbüntetésük mellett még közel 20 ezer embert ítéltek el a népbíróságok. Voltak olyanok is, akik csak az állásából bocsájtottak el, és hosszú évekre rendőri felügyelet alá kerültek. De volt olyan áldozatunk is, akinek a 18. születésnapjáig halasztották el a bírósági tárgyalását, csak azért, hogy utána 11 nappal fel tudják akasztani. A Kádár János nevéhez köthető megtorlás példátlan szigorú, aránytalanul súlyos és elrettentő volt. Mert amíg Hajnaú 111 embert végzett ki, addig Kádár János áldozatainak a száma 235 volt. 66 éve robbantak ki ezek a forradalmi események, de csak 33 éve emlékezhetünk meg szabadon erről az ünnepnapról. Azóta próbáljuk a nemzetközi eseményekbe és a magyar történelmi hagyományokba helyezni ezt a forradalmat. Latolgatjuk az esélyeit, mérlegeljük a benne szereplők tetteit, a tetteiknek a személyes és a közösségi következményeit. A történészek elméleteket dolgoznak ki, a művészek emlékeket állítanak, a politikusok pedig hivatkoznak 1956 kapcsán. De akkor mi marad meg nekünk? Mit meséljünk nektek az 1956-ról a következő nemzedékeknek? Miben rejlik 1956 üzenete? Egyetlen szó rejlik benne, az pedig az összefogás. Ahogy Márai Sándor írta a Mennyből az Angyal című versében, meghasadt az ég volt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Ezen 1956. október 23-ai tüntetésen megmutatta a magyar nemzet, milyen az, amikor egy emberként egymásba karolva, válvetve közösen, halált megvető bátorsággal együtt akarunk valamit. Ilyenkor sejlik fel, milyen nagy ereje is van egy közösségteremtő összetartásnak és összefogásnak. A beszéd alapján tényleg elmondtam a történelmi eseményeket.
Tudom jól, mert az elmúlt években, amikor én itt elkezdtem tanítani, és mindig volt az 1956-os október 23-ai ünnepség, nagyon sok osztálytól megkérdeztem, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a dátum. Én se éltem még akkor, a mi szüleink éltek akkor. És elmondok nektek egy személyes élményt ezzel kapcsolatban. Az én édesanyám, meg mi is bicskélyek vagyunk, és hárman nővérek. A középső nővér a Vajda Jánosba végzett, Vajda János gimnázium első diákjai között szerepelt. 1956. október 23-án Marika néni, a nagynéném, a Vajda János gimnáziumból ment ki erre a forradalomra, és ő vitte ki a zászlót Bicskén. Ő volt az egyik a diákok közül. Olvastam itt a megtorlásokról, hála Istennek itt a mi családunkba, idézőjelbe véve annyi következménye lett ennek, hogy az én édesanyám már nem tanulhatott tovább. Elvégezhetett egy szakmunkás képzőt, és élete végéig emlegette, hogy ő nem tehetett érettségit. Ezt azért is meséltem el nektek, hogy mindenképpen minden korszakban figyelembe kell ezt vennünk, és meg kell védenünk magunkat, és ki kell állni saját magunkat. És nagyon köszönöm, hogy figyeltetek ránk. És még azt szeretném kérni a műsor kapcsán, hogy ebben a negyed órában, amíg a 11 bések felhagyják az október 23-ai megemlékező műsorokat, kérlek figyeljetek és kövessétek ezt az ünnepséget. Nagyon sokat dolgoztak rajta, nagyon sokat próbáltak. Köszönöm szépen, és a hétvégére pedig nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Thank you.
Nagy ünnepeti a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közül az ország népével és a világ közvéleményével. Ajándor köszönjük Budapest! Kivel azt mondjuk, hogy ennek mindenkinek ahhoz kezdődik, hát fajta margul, polgendet, tüketáját. És Fritz Imre Nagy, miniszterpresident, és ungártunk ahhoz kezdődik. Fajta trúvalunk már mindig szovjetik és trúkunk, de ungártunk hauska, Angliszt. Itt egy kapcsolatítésünk trekke, így egy összvitele gyűlünk ungárunkhoz költünk. Ungára tudunk szélni kámszer. Vire gyűlünk szét, amit elünk tart.
Jede ist dem Volke des Landes und der Öffentlichkeit der Welt bekannt. Most is áruló, szent földön, nem nyithat.